Nagyon lustán vagyok, nem szoktam megcsinálni semmit magam után, nem pakolok el, nem főzök, nem takarítok, nem mosok, én semmit nem csak, én lustadög vagyok. Nem fog becsicskulni, majd lesz, aki megcsinálja helyettem. Vasárnap megnyitott a kapuit a Való Villa, most megmutatjuk nektek a hetedik villalakót. VV Józsi hétfőn este beköltözik a villába, és csak úgy, mint én, ő is a kamerák keresztüzébe lesz, csak ő napi 24 órába. Az új beköltöző állítása szerint elviselhetetlen, és imádja mutogatni önmagát. Mitől leszel te más, mitől leszel te megjegyezhető az emberek számára? Hát nem tudom, van egyfajta nagyon bunkó stílus, ami az embereket nem nagyon bírom elviselni, meg van, amíg alkalmazkodnak hozzám, én nem szoktam senkihez, hát körülbelül ezek. Mindig magamat adom, nem szoktam megjátszani magam, de alapján egy nagyon bunkó paraszt, köcsög vagyok. A kegyetlen igazság után VV Józsi mutatott nekünk tricepset, bicepset és szexi hasat is, majd regélt is róluk. Azt látom, hogy jó formában vagy. Edzed magad? Persze, kondizok, most még így a időközben fegyencedéseket hajtottam végre. Nem volt konditermi lehetőségem, és bent is valószínűleg ez lesz, nyomom a fegyencet. A csajok miatt csinálod ezt, vagy magad miatt? Teljesen magam miatt. Tehát szerintem egy férfinak alap, hogy izmos legyen a teste. Szerintem ez teljesen alap dolog. Melyik testrészedre vagy a legbüszkébb? Mindegyikre, imádom magam. A szerény fiú ezután azt is elárulta, mit szeretne megmutatni a villában. Igazából nem tudom, csak 18 évesen meg lehet nyerni egy való világot, nem kell ahhoz idősen meglenni meg semmi, félbehagytam a sulit, nincs kedvem járni, bármit el lehet élni az életbe, ezt akarom megmutatni. Nem kell az iskola, hogy én most híres legyek, meg hogy legyen pénzem. A beszélgetés végén a hetedik villalakú csajozás helyett inkább azzal büszkélkedett, hogy szexelt már nyilvánosan. Annyit árulja nekem, hogy mi volt a legextrémebb hely, ahol elcsábítottál egy lányt? Gondolkozó benség. Városliget. Napközben. Kint a szabadban? Ha, persze, most mit szégyeljek, nincs mit szégyelni. Ennyi. Ja, az önimádásnak ez is része, hogy megmutatod magad mindenkinek? Hogyne, persze, ennyi. Lazán, tudod. Csak nagyba vagy sehogy.